Sziasztok! Mielőtt elkezdenénk elemezni a mai videót, szeretném, ha elgondolkoznátok azon, hogy ti mit vártok el egy játék bemutatótól. Megvan? Akkor most felejtsétek el, ugyanis ez nem olyan lesz. Sziasztok, én Game Pass 2-t szeretném bemutatni. Igen, jól halljátok, a hiba nem a ti készüléketekben van. Vagy felvétel közben, vagy vágás közben, vagy alapban a mikrofonja hibás. Na jó, kitáltatok ezzel, úgyse vágta meg a videót. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy Steam-es játék, Steam-ről lehet megvásárolni ingyen. XDDDDDDDDDD. De ha ingyenes, akkor mit vásárolsz meg rajta? Mondd már meg nekem. Szóval kaptam egy itemet. Ki lehet és egy bát. Na, a play multiplayer, kezdjük is. Hát ugye itt a játékmódok vannak, amiket hát majd azt később be fog mutatni. Play Coop, ez ilyet, ilyen MVMS, ez meg kell, hogy vigyed a játékot. De hát te azt mondtad, hogy alapból meg kell venni a játékot. Szerver, hát itt szerverek vannak, gondolom, ezt nem kell bemutatni. Training, próbajáték, item. Backpack, igen. Nekem vannak ilyen sok cuccom. Vannak ilyen sok cuccom, aha. A ládám, a ládák azok ennyi van, és azt ki lehet venni kulcsal. Ezek csak ilyen sapkák, igen kell, erre nem kell figyelni. Itt vannak cuccok, azaz a fegyverek. Azt kell. Na, egy jó bemutatóban ezt most úgy foglalták volna össze, hogy a játékban lehet itemeket szerezni. Ezek az itemek két csoportra bonthatóak. Az egyik a fegyverek, a másik pedig a kellékek. Ezeket a játék csak úgy simán dobja neked meccsek után, vagy ládákból nyithatod őket. Olyan ember, aki igazából, hát hogy mondjam, csak egy puskával jelentkezik és egy kis pisztollyal. De mire jelentkezik? Mellesleg nekem csak most tűnik fel, hogy ott van a bandicam.com felirat, mögötte pedig a Fraps FPS számlálója. Azt úgy hogy hoztad össze? A sokkák felül költöztek rá. Soldier, ami hát egy rakétavetős, puskás ember lehet. A ruhák nektek nem ilyenek lesznek, mert nekem sapkák vannak, mondom. Hát igen, az ott egy nagyon szép sapka. És egy ilyen. Ha bár ki lehet választani, de hát itt van többféle módszer is. Ahhoz pisztolyokat kell kapni, hogy nyacska alappal legyél. Pályáról, hát egy lángszórós, tűzpisztolyos ember kell. Hát, tetszik, hogy mindig azzal kezdi, hogy hát, azzal zárja, hogy igen, és mindig mondja azt is, hogy emberke. Mellesleg gondolom nem tudod, hogy a flare gun az nem tűzpisztoly. De moment, gránátpisztolyos... Gránátpisztolyos. Ember, igen. Géppisztolyos, erős ember. Ember, igen. 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 Engineer, hát ő ilyen építményeket bír lerakni, amiket ugye rácéloz valakire egy ellenfélre, és akkor elkezdi tüzelni az az építmény. De ugye tudod, hogy nem csak egyfajta építményt tud lerakni? Medik, hát gyógyítós doktor, hát most erről semmi sem. Sniper, hát sniper, hát most mit mondjuk ezen? Hát most mit mondjuk, hát most mit mondjuk, de mit lehet mondani? Ember, te készíted a bemutatót, neked tudnod kéne, hogy mit kell mondani. És hát Spy, hát már elmondtam, hogy ez mi. Nekem így van felöltöztetve, mert nekem ilyen sapkám van, de egy strange. Igen, az egy nagyon szép strange. Nem tudom, hogy jött ez neki. A kés az nektek nem ilyen, ez ezzel az órával átbír változni láthatatlan lá. Kraftolni lehet dolgokat, de semmi. Na. Már megint csak mi az, hogy kraftolni lehet dolgokat, de semmi? Ennek mi értelme van? Akkor kezdjünk is a játékba bele. Igen, ez itt a Play Multiplayer. Kösz, én úgyse tudok olvasni.
Ilyen játékmódokat lehet kiválasztani, például random server, hát ez random server, ez nem tudom milyen játékmód most nyílt. Na látjátok, ilyen egy igazi bemutató. Az érzés, amikor a bemutatót csináló ember nem tudja, hogy mit kell bemutatni. Ez olyan, hogy a kékeknek be kell tolni a pirosok zónájába a kocsit, és ha megvan, akkor a kékek nyertek. Igen. King of the Kill. King of the Kill! Istenem! Ez... van egy pont, amit foglalni kell. És egy... Aki fenntartja ezt a pontot egy bizonyos időig, az a csapat nyer. Ez... támadó védekező, ez... annyi, hogy... a pirosoknak védekezni kell, a kékeknek meg támadni, tehát hogy ennyi. Ez tolókocsis verseny, hát egy bizonyos célra be kell tolni a kocsit, de ez már a pirosatok későbbi, és aki előbb betolja, az nyer. Hát ezt nagyon jól elmondtad. Capture point, hát több pontot kell elfoglalni a kékeknek, a pirosoknak pedig meg kell akadályozni. Pont az a lényeg itt, hogy itt mindkettő csapat foglalhatja el a másik pontjait, és az nyer, aki elfoglalja az összes pontot. De ha nem tudsz angolul, akkor miért angolul játszol? Tudod, ehhez van magyar fordítás, és simán át tudod állítani arra. Ez meg... egy bizonyos embernek mindig kell ezt a oktatáskát, vagy pirosok oktatáskáját, és be kell vinni a spawnra, és akkor azok el... És itt is mindkét csapatnak el kell vinni a másik aktatáskáját, érted? Ez is új, na. Uram, atyám, és ő készíti a bemutatót. Hát akkor... én most... megyek egy... ilyenre, és akkor szerver... Üres járat! Nem történik semmi. Minek kell a bemutatóban benne lenni, hogy betölt már a játék és keresi a szervereket? Mondd meg őszintén, ez most miért jó? Amikor hogy még emberrel legyünk. Én most leszek kémmel. Bedob egy random csapatba, ahol van hely. Szóval... most az alap órában meg. Ha megírjunk egy jobb kliket, akkor így átváltozunk a láthatatlanná, és ez, hogyha az a kék csík ott lemegy, akkor ugye... akkor elmúlik a láthatatlanság. Na. Van a haláli ketyegő. Ez látjátok, hogy már nem is volt... nem vált már láthatatlan várna. Igen, ez azért, mert csak akkor válok láthatatlanná, ha... ugye meglőnek engem. Jó, megint egy csomó ideig nem történik semmi. Haladjunk. Na, most szépen szúrjuk. Kérhetem. Igen. Na, most legalább már tudjuk, hogy jól játszol. Igen, ilyenkor van gáz. Itt akkor tudom scouttal is. És a scoutnak már ilyen kis pisztoly van nekem. Mondom, hogy nem az alapon, mert trédelek. Hogy egy üzletemberrel van dolgunk. Ugye, és vannak más fegyvereim, mert trade-be odaadták, na. De akkor nem odaadták, hanem elcserélted. Istenem, ez a sok kis baki olyan idegesítő. Ez a pont pisztoly, csak a kis pisztoly nem tett, ez mindegy. Na, most az alap. Hány szóval jársz, hogy ez az alap, nem alap, ezt trédeltem, nektek nem ez lett, ez alap, nekem már van tudtam, ezt csinálja a scout, ott is egy scoutja, és gyorsan mozog, és kettő ugrás van neki. Na, igen. És a E betűvel lehet doktort hívni, aki doktor...
torkásztal van, mint most ez. Vagy magyarul mond, hogy kasztal, vagy angolul, hogy kleszel. Istenem. Annak, és megnyomja valaki az e-betűt, neki megjelenik, és akkor így tudja, hogy kihívott mediket, és akkor elkezdi hílelni. Nem is tudom, hogy milyen lehet. Na, ilyen ez a élettöltő pisztoly. Miért van az, hogy bármekkora fegyver van a kezében, ő mindig pisztolyt mond rá? Sugárzó, amikor töltjük egy ember életét, akkor akkor ugye megy fel, és például most elkezdem tölteni. Hosszan kell nyomni a bal klikket, és akkor látjátok, hogy übercharge. Az az, amikor úgy felmegy, hogy sebezhetetlennek vagyunk, meg a medic is. Ez nagyon fontos. Most ő éppen nem hívott mediket, csak úgy hílelem, hogy bemutassam, mert... És nekünk van ilyen harci fegyverünk is. Amivel nem ártana célozni esetleg? Csak hát most úgy szerencsétlen vagyok. Aha, persze, csak szerencsétlen. Ja, ja és ha letöltötik ezt Steamről a játékot, letöltitek, akkor nektek közel lesz a fegyver a képernyőn. Ezt most úgy bírtam, hogy add options, azaz haladó options. Igen, én is mindig így hívom, haladó options. Találd már ki, hogy angolul mondod, vagy magyarul. Angolul, magyarul. És kikerestek innen alulról ezt a... Nem. Ezt sem. Na, mikor vesz észre? Igen, na. Ezt. Észrevette, jó! Most lemegyem teljesen. Látjátok, hogy ilyen közel, de ez az alap. Igen, és hogyha ezt felhúzom teljesen... És igen, itt a vége a videónak. Ennyi volt. Ennyi. Itt vége. Megszakad. Kész. Semmi. Ez a semmi értékelés a végén, semmi elköszönés, semmi. Csak így. Így mondat közepén, bum, vége. Hát engem ez nagyon felbaszott. Még egy ekkora szar bemutatót. Na még itt a legvégén vessünk egy gyors pillantást a csatornájára. Amit láthatjuk, tele van jobbnál jobb, értelmesebbnél értelmesebb videókkal. És persze ne felejtsük el azt a művész ilyen megszerkesztett borítóképet sem. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem tetszett, és itt is meg szeretnélek kérni titeket, hogy ezt a videót is próbáljátok meg elküldeni GamerX14-nek, hogy ő is lássa, és hát ha tanul belőle valamit. Vagy nem. Sziasztok!